Most pedig egy, mint egy záró momentumként egy népdalt küldenénk miniszter úrnak, ezután pedig a szózatot fogjuk közösen elénekelni. Juhász Katalin vagyok, a Néprajztudományi Intézet munkatársa és népdalénekes is. Az ENTE BTK folklór tanszékének egyik szekrényében őrzik az 1848-as centenáriumi gyűjtés anyagának nagy részét. Ott található az a népdal is, amit idefelé jövet magamban dúdolgattam, és önkéntelenül átköltődött a szövege. Ez egyébként teljesen normális jelenség, a 48-as dalok nagy része is úgy keletkezett, hogy régebbi szövegeket alakítottak át a helyzetnek megfelelően. A 2019. évben az Úristen letekintett a földre. Körülnézte széles Magyarországot, hogy hol tüntetnek a szegény magyar tudósok. Tüntessetek ti jó magyar tudósok, mert nincs nektek igaz jó királyotok. Orbán Viktor nem is való királynak, mert nem hagy békét a magyar tudománynak. Orbán Viktor nem is való királynak, mert parancsolna a magyar tudománynak. De szeretnék Palkovicssal beszélni, de még jobban a szobájába sétálni. Megmondanám Palkovicsnak magának, hogy hagyjon békén a magyar tudománynak. De megüzenném az Orbánnak magának, hogy hagyjon békét, és ne parancsoljon a Magyar Akadémiának. Egy 30 évvel ezelőtti dalt, ami akkor az ellenzéknek az egyik, hát nem indulója, de egy kedves dala volt. Azt hiszem, hogy sajnos most is aktuális. Mivel két soronként ismétlődnek a szövegek, ezért mindig tudnak a következő sornál becsatlakozni. Tehát mindig meg kell ismételni, amit előtte énekelek. Hidegen fújnak a szelek, áj, na 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 na. Hidegen fújnak a szelek, áj, na 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 na. Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Szabad élet, szabad madár, áj, la la la. Szabad élet, szabad madár, áj, szabad élet, szabad madár, jaj, de szép ki szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, jaj, de szép ki szabadon jár. Járnék én is, ha járhatnék, áj, la la la. Járnék én is, ha járhatnék.